elindultunk, már át is léptük az osztrák határt. Azt hittem, hogy már pakoltam meg a TT-t rendesen. Ez így nem igaz. Most úgy meg van pakolva, hogy a hátsó ajtót csak úgy lehet lenyomni, hogyha először finoman lenyomod, majd a kattanást kézzel rányomod, meg különben kiütöd az üveget, úgy nyomják a csomagok a hátsó részt. Itt pedig úgy kellett bepakolni, hogy volt hálózsák, amit már ki kellett nyitnunk, hogy beférjen, és a két ülés között is van cumó, és már egy lap, táskát, amiben laptop van, úgy tudtam csak beerőltetni, hogy a ülést egy kicsit rá kellett nyomni, hogy elférjen. Úgyhogy szerintem most elértük azt, hogy ha van hátul 650 literes férőhely, akkor mi 650 és fél liternyit pakoltunk be a TT-be. Brutális. Tehát olyan fokon tele van, hogy fal, sima fal. Úgyhogy koppánnyal egy édes kettesben elindultunk a dűnére. Országban 350 km-re van. Hol menü? Nagyon szeretjük a TT-t, de azért így 17 óra lehúzva, úgyhogy ebből... Úgyhogy ebből mennyit jöttünk esőbe? Ezred, több mint ezred. Osztrákok, németek és Svájcon keresztül jöttünk olyan szakadó esőbe, hogy vízköves lett a TT, majd azt is föl fogom venni kint. Tehát akkor röviden összefoglalnám most, hogy körülbelül 1-2 kilométerre vagyunk a céltől. Koppány elővette és átnézte, hogy hova is jöttünk és miért. Kiderült, hogy éppen csak a repülési iratait hagyta otthon. Először azt mondta, hogy hétfőig tart a verseny, majd kiderült, hogy nem, mégiscsak vasárnap. Nem, ezt írták. De aztán az utolsó verseny, akkor az vasárnapon lesz. És egyébként megmutatom, hogy mit olvas most éppen per pillanat. Tehát így éppen sikerül neki a szabályzatot átrágnia, miután leutaztunk 2100 kilométert. Van két nap amúgy, hogy semmiség. Pánikra semmi ok. Pánikra semmi. Felkészülten és logisztikailag erősen szervezetten érkeztünk a versenyre. Én mondjuk hoztam egy ernyőt, nem tudom, hogy nála van ernyő, így a siklóernyős versenyhez. Tehát egy beülőt nem hoztam. Elsőbséget élvezett a gumimatrac. Ja, igen. Meg a hűtőtáska. Amiben a lelócipői vannak. Igen, mert mivel ugye látszódik, hogy egy kicsit telepakoltuk a TT-t, ezért sajnos a hűtőtáskában nem hűteni való dolgok vannak, mert a sört otthon felejtettem, hanem a cipőimet sikerült belegyömöszölni. És egyébként annyira megérkeztünk, hogy mire odafordítom a kamerát, tényleg nem fog látszódni, de már látni a homok dűné. Megvan a kedvezményes szálláshely árammal, és szeretné a koppány mutatni, hogy ennyire vagyunk a dűnétől. Tehát reggel nem tudok kimenni egy újzit húgyozni, mert rögtön ráhúgyozok a felszálló helyre. Ezt kivágjuk. Azt hittem, majd más fogunk kivágni. Na, és így néz ki. Állítólag azzal kell kezdeni, hogy az ember leveszi a cipőjét és az okniát, és miután beállt a sátor felvevő helyre, utána állítólag rögtön föl kell futni a dűnére. Ez a feladat. Ez az unokáknak dokumentálod, hogy az első dűnével való találkozás? Minden dokumentálni kell, mióta van GoPro, tehát... Ja, jó. Mi... Aztán rájöttem, ebből annyi felvétel. Ez nem csak apás, hanem kamerás apás szülés lesz. Így van! Elteszem a slusszkulcsot, mert ebben a homokban nem találom meg, ha egyszer kiejtem.
Jó van, látom, sokat nem fog rajta fölfutkározni. Na, itt egy ezernyőt nem használod, akkor beszarsz. Ahogy itt az apály dagály miatt így napközben látod azt, hogy változik. Az egész az osztiga telep így víz alá kerül délutánra. Nem tudtuk mire vélni. Majd ide én veszem neked. Hogy a szemetes zsáknak, amit a boltba lehet vásárolni, van egy ilyen fölösleges része, amelyik az aljára van ráerősítve, tehát nem a száját lehet vele elkötni, hanem valahogy az alját lehet vele összehúzni, mert egyébként ilyen zsákforma ez az egész. De aztán később a szélben rájöttünk, hogy ez a Vagas Fesztiválnak lehet a kabala figurája. Mert így, hogyha az ember húzza, mint egy medúza úgy repült, valószínűleg ez a kabala figura a koppánynak a verseny. Ez szerintem így fog kimenni drukkolni is neki, hogy amikor majd versenyzik, fölkötöm a kezemre, ott megfelelő szélben, és csak így rángatnom kell, mert messziről ki fogja szúrni a dűnén, ahogy a fekete zsákot rángatom. És a hajrá magyarokat fogod közben. Igen. Hungary, Hungary! A szemetes zsákkal. Na jó, hát ennyi, köszönöm. Azt azért tudod, hogy nem 100%-os az ernyőt fedése.
Copagny qui était à sa première participation, on l'avait jamais vu, il a sorti quand même un petit paquet de personnes du circuit cette année. Ouais, il met un peu de temps à rentrer dans le box, mais bon, écoute, on peut pas être bon partout. Avec en plus ce petit truc original de faire des tours de prise en barcode.